hamisnak tűnő aláírásokat is találtak a választási ügyeken. Hitel nélkül fedezni a város a költségvetés hiányát. Szombatig kellett kihelyezni a dohányzást tiltó táblákat. Jó estét kívánok, ez az aktuális március 5-én, jönnek híreink részletesen. 13 jelölt indulását utasította el ma délig a helyi választási bizottság a Gyöngyösi választókerületben, míg 14 jelöltet nyilvántartásba vettek az április 6-ai országgyűlési választásokra. Még több aláírás gyűjtőív ellenőrzésre vár, de már most találkoztak visszaéléssel a bizottság tagjai. Több aláírás esetében is felmerült ugyanis a gyanú, hogy azok nem valódiak. 51 jelölt vett át aláírásgyűjtőíveket a gyöngyösi választókerületben, közülük 43-an adták le azokat. A 43-ból ma délig 14 jelölt indulását hagyta jóvá a helyi választási bizottság. 14-en nyertek már felvételt jelöltként, 13-at utasítottunk el, mert nem volt meg az 500 érvényes ajánlása, de náluk sem telt még el a jogorvoslati határidő, és a 43-ból még hiányzó jelölteknek az ellenőrzése jelenleg is tart. Reményeink szerint ma vagy a holnapi napon fogunk vele végezni. Mint megtudtuk, a 43 jelölt között vannak olyanok is, akik nem hiánytalanul adták le az aláírás gyűjtőíveket, ők súlyos büntetésre számíthatnak. Elég drága dolog, ugyanis egyetlen egy ajánlóív esetében a mindenkori minimálbérnek a felét kell bírságként kiszabni a választási bizottságnak, ami azt jelenti, hogy az ajánlóívenként 50-valahány ezer forint. Az ellenőrzések során a bizottság tagjai elsősorban a jelölők adatait vizsgálják, de szúrópróbaszerűen az aláírásokat is összevetik az adatbázisokban tároltakkal. Mint a bizottság elnöke elmondta, ezek alapján több esetben is felmerült már a gyanú, hogy a szignók nem valódiak. Bár nem vagyunk írásszakértők, és nem akarjuk más hatóság ilyen jogkörét elvonni, de úgy ítéltük meg néhány esetben mi is, hogy nem származhat attól az aláírás, aki az ajánlóíven szerepel, mert teljesen más kézjegyet hagyott maga után a hivatalos nyilvántartásaiban. A bizottság ezeket az eseteket jelezheti az illetékes hatóságoknak. Közben a helyi választási bizottság sorsolt is, a jelöltek neve ugyanis idén ez alapján kerül fel a szavazólapra, nem ABC sorrendben. Hasonló helyzet az országos listát állító pártok esetében is. Országos listát a határidőig 31 párt állított, vagyis legfeljebb ennyi szervezet közül választhatunk majd április 6-án. Hitelfelvétele nélkül is kezelni tudja az önkormányzat a 2014-es költségvetés hiányát, mondta a város alpolgármestere a keddi fogadóórában. A városvezető szerint a múlt csütörtökön elfogadott költségvetés jó, ezért sem övezte különösebb vita a tárgyalását. Réti Béla szerint a frakciók közötti egyeztetés is eredményesen zárult, ez volt a másik oka, hogy nem bontakozott ki jelentősebb vita a költségvetés második fordulós tárgyalása során. A 6,8 milliárd forintos főösszegű költségvetés mintegy fél milliárd forintos folyóévi hiányt tartalmaz. Az alpolgármester szerint ez hitelfelvétele nélkül is kezelhető. A hivatal és a városvezetés feladata, hogy a megtervezett költségvetésen belül a megtervezett feladatokon belül próbáljon meg úgy ebben az évben pénzt költeni, hogy lehetőség szerint ne kelljen semmiféle, még folyószámla hitel igénybevételéhez sem folyamodnunk. Az alpolgármester azt mondta, a büdzsé mintegy 40 millió forintos járda felújítási keretet tartalmaz, és lehetőséget ad további fejlesztési beruházásokra is, miközben a kultúra és a sport támogatását is bőkezűbben méri. Több maradhat idén a családoknál is, hiszen a kommunális adó idén 10%-kal mérséklődik, és a testület csütörtöki döntése szerint a garázsok építményadója is hasonló mértékben csökken, miközben a pénzügyi igazgatóság nyárra kidolgozza az építményadó további csökkentésének lehetőségeit is. Júniusi testületi ülésre egy úgynevezett étlapot viszek a testület elé, bemutatva, hogy a jogszabály, tehát a helyi adótörvény az építményadók vonatkozásában milyen differenciálási lehetőséget ad, akár földrajzilag, akár struktúrát tekintve, akár funkciót tekintve. Kovács Robert azt mondta, az építményadó csökkentéséről még az őszi önkormányzati választás előtt dönthet a testület, az iparűzési adó befizetése alól pedig 2015-től mentesülhetnek azok a vállalkozások, amelyek adóalapja nem haladja meg a 1,5 millió forintot.
Március 1-jéig, azaz szombatig kellett a közintézményekben kihelyezni azokat a táblákat, amelyek a dohányzási tilalmat, valamint a dohányzásra kijelölt helyet jelzik. Március 17-től két héten át a megyében fokozott ellenőrzést tartanak a kormányhivatalok népegészségügyi intézetei az egységes táblák meglétéről. Egységes táblával jelzik a dohányzásra kijelölt helyet ennél a gyöngyösi szórakozóhelynél. A jelzések feltüntetésére az úgynevezett közforgalmú intézményeknek március 1-jéig volt lehetőségük. A feliratok formájára, tartalmára eddig csak ajánlás volt, szombattól azonban egységessé váltak a jelzések. A kormányrendelet szerint minden feliratnak legalább A4-es méretűnek kell lennie, a magyar nyelvű szövegtartalom mellett pedig angolul, németül, franciául és oroszul is szerepelnie kell a dohányzásra kijelölt hely és a tilos a dohányzás felhívásoknak. Az a személy, illetve az az intézmény, amely ennek nem tett eleget, jelentős bírságra számíthat. Március 1-től fogva a hatóságok számon kérhetik a jogszabályban előírt jelölések alkalmazását, és szükség esetén szankcionálhatják is ezeknek a jelöléseknek az elmaradását. Gyöngyösön van olyan intézmény, ahol már korábban kihelyezték az egységes jelzéseket, ám a legtöbb helyen szombattól láthatóak az új táblák. Ennek a kávézónak az ügyvezetője azt mondja, a könyvelőjétől értesült a kormányrendeletről. Egyetlen egy utalás volt, hogy az ANTS honlapon dohányzásra vonatkozó szabályozások és nyomtatványok letölthetők, ennyi. De a könyvelő nem szól, bizony lehet, hogy belestem volna abba a hibába, hogy. De hát ugye egy kisvárosban élünk, itt a szóbeszéd alapján gyorsan terjednek ezek a hírek. A megyében március 17-től két héten át fogják ellenőrizni a táblák meglétét, ahol hiányosságot tapasztalnak, ott egészségügyi bírságot szabhatnak ki. Aki a jogszabályi előírásokat megszegi, illetve a dohányzással összefüggő tilalmat, korlátozást magánszemélyként, természetes személyként megsérti, maximum 50 000 forintig terjedő egészségvédelmi bírságot kaphat. A bírság összege a kötelezettségek betartásáért felelős személy esetében maximum a 250 000 forintot, intézmény üzemeltető szervezet esetében pedig akár a 2,5 millió forintot is elérheti. Célzott ellenőrzésekre akár az esti és az éjszakai órákban is számítani lehet. Egy új jogszabály szerint nem haladhatja meg az összes zsírtartalom 2%-át a transzsír a különböző süteményekben, édesipari termékekben, margarinfélékben. A termékek összetételén változtatniuk kell a gyártóknak. Ez az úgynevezett rossz zsír nem bomlik le, károsítja az érfalat, szív- és érrendszeri megbetegedéseket is okozhat. Kakaós tortabevonók, nápolyi félék, margarinok, cukrás sütemények. Néhány termék azok közül, amelyek jelentős mennyiségben tartalmaznak hidrogénezett növényi olajt, más néven transzsírt. Azért van szükség a hidrogénezésre, mert megnöveli a zsiradékoknak az eltarthatóságát, illetve az ízstabilitás javul a hidrogénezés hatására. Ilyen zsiradékokat használ ma a legtöbb sütőipari cég és a cukrászatok. Ezek keményített növényi zsiradékok. Az azonban már nem mindegy, mennyi transzsír tartalmaz egy termék. Ugyanis dán és osztrák mintát követve itthon is elkészült egy új jogszabály, amely a káros szint alá szorítja az élelmiszerek transzsírsav tartalmát. A rendelet igazából arra vonatkozik, arra a termékre, amelyet a végső fogyasztónak szánnak, az Emberi Erőforrások Minisztere rendelkezett erről, mivel káros az egészségre, akár rákkeltő is, illetve kumulálódik a szervezetben ez a kettős transzkötés, ezért szabályozták az élelmiszerekben a mennyiséget. A rendelet értelmében így tehát február 18-a után tilos olyan élelmiszert forgalomba hozni, amely összes zsírtartalmának 100 grammjában a transzsír savak mennyisége meghaladja a 2 grammot. A vásárlók egy része tisztában van az úgynevezett rossz zsírok káros hatásaival. Tudom, hogy rettenetesen ártalmas, és hogy nem bomlik le igazából a szervezetből, és én nagyon, nem csak én, az egész családom kerüli ezt az egész felépített szerkezetet, ha lehet így mondani, és próbálunk olyan élelmiszereket vásárolni, amiben nincs. Rossz zsír, nem tudom pontosan, hogy mi ez, csak azt, hogy káros, ezt hallottam, de hogy pontosan mit jelent, azt nem tudom. A rendelet tartalmaz egy 12 hónapos türelmi időt az előre csomagolt élelmiszereknél, amelyeket a jogszabály életbe lépése előtt gyártottak le. Az ezt követően gyártott élelmiszerek transzsír tartalmának viszont már az életbe lépett rendeletnek kell megfelelnie.
Megnőtt a szőlőtelepítési kedv a mátrai borvidéken. Az elmúlt évi telepítésekkel együtt az idén 80 hektárral nő a szőlőterület nagysága. Sok a fiatal gazda és leginkább a fehér szőlőfajtákat telepítik. A hajlandóság a szakemberek szerint az Európai Uniós támogatásnak is köszönhető. Valójában él a növény, várja a tavaszt, hogy elinduljon a fakadás. Tuza György családi gazdálkodó terepszemlét tart a tavalyi telepítésben. A fiatal hajtást azért még visszatakarja, mert óvni kell az esetleges fagyoktól. Tuza György már 14 éve szőlészkedik és borászkodik, és ma már 30 hektár területen gazdálkodik. Ebből 10 hektár fiatal szőlő, a telepítési kedve pedig tovább nőtt tavaly, mert ő is úgy látja, hogy a mátrai borvidéknek van jövője. Ez egy Riesling szilváni fajta, a Mátra borvidék főfajtái közé tartozik. Ez látható a képen is, hogy egy hektár terület van itt elültetve, 2013 tavaszán lett telepítve. Újra divatba jött a Riesling szilváni bor, egy illatos, egy friss, egy üde, gyorsfogyasztású bort lehet belőle készíteni. A piac erre igényt tart. A mátrai borvidéken egyre többen gondolják hasonlóan. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kivágások helyett már inkább telepítenek a gazdák. Az utóbbi 4 évben 516 hektárral nőtt a szőlőterület nagysága a Mátraján. Ez a borvidék életben maradásához elengedhetetlen, mondja a hegybíró, aki üdvözli, hogy megfordult a trend. Szerencsére sok fiatal gazda lát benne lehetőséget, és megkapjuk hozzá természetesen a támogatást is, ami nem is fajtától, hanem támberendezéstől, tehát 3 vagy 5 húzalos, vagy tőkeszámtól függően, akár elérheti a 3-3,5 millió forintos támogatási összeget is. A szőlőtelepítést az idén tavasszal folytatja Tuza György is, további fél hektárnak már elő is készítették a területet. A programuniós támogatása mellett szakmai segítséget is nyújtanak majd a gazdáknak, akár pályázatírásban is, ígéri a gazda az Agrárkamara helyi vezetőjeként. A támogatással kivágott szőlőterületekre csak a jogosultsággal rendelkező gazdák telepíthetnek újra, figyelmeztet a hegybíró. Új köntös kap az Energia SC és a gyaklabdarúgó által használt sportúti telephely öltözőépülete. A januárban elkezdett munkálatok során a teljes villany, víz és fűtésrendszer cseréje megtörtént. A napokban befejezték az új zuhanyzók és mellékhelyiségek, valamint a klubszoba és az ügyeletesi helyiség kialakítását is. Mindemellett sor került a plafonok gipszkartonozására és az épület teljes belső festésére és hidegburkolására. Ilyenkor szokták mondani, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, és mindenen megeszünk elégedve. Valóban ott tartunk, hogy utolsó fázisban van a munkafolyamat. Végül is most már csak ilyen takarítás, javítási, kisebb javítási munkát adnak hátra. Az épületben válaszfalak segítségével újabb funkcióknak sikerült teret adni. Sok átalakítás történt, és ez mind hasznosan szolgálja az épület működtetését. Elsősorban mondom a két zuhanyzó szétválasztása, ugyanis két öltözőnek volt egy közös zuhanyzója, és olyan találtunk ki, hogy a két öltözőt zárjuk le külön-külön zuhanyzóval. Így lehetőség van arra, hogy a gyaknői labdarúgói például nyugodtan közöthetnek. Ezen kívül új klubhelyiség kerül kialakításra, új szertár helyisége alakul kerül kialakításra, illetve vécékkel bővültünk, valamint kialakult egy ügyeleti irodahelyiség is, ahol a délután ügyet látja el a feladatát. Az épületen belül az ajtók és ablakok cseréje sem maradt el, a csapatok pedig már az edzéseken és a tavaszi bajnoki mérkőzéseken is használhatják a 3 millió forintból felújított egységet. Az Index szerint az E.ON Hungária ZRT és az MVM Magyar Villamos Művek ZRT szándéknyilatkozatot írt alá, amelyben megállapodtak arról, hogy az állami tulajdonú társaság a két gázszolgáltató mellett a lakosság gáz és villamos energia ellátásáért is felelős E.ON Energia szolgáltatót is megvásárolja. Az átadás átvétel várható időpontja 2014 vége lehet.
Döntött a kormány, a jövőben a szolgáltatókat terheli a fejlesztési költségek fele. A teljesítmény és hálózatbővítéssel, a csatlakozással, a bekötéssel, a mérőhely kialakítással kapcsolatos költségek, illetve a fejlesztési hozzájárulás összegének legalább 50%-a terheli majd a gázszolgáltatókat, tájékoztatott a kormány döntéséről a kormányzati információs központ. Most pedig nézzük, hogyan álltak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde vezető részvényindexei. A Magyar Telekom 330, a MOL 13400, az OTP 4091, a Richter 3723, a TVK pedig 3840 forintba került. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 117 pontos csökkenés után 17637 ponton állt délután 5-kor. Most pedig a legfontosabbak még egyszer egy-egy mondatban. Hamisnak tűnő aláírásokat is találtak a választási aláírásgyűjtőíveken. Hitel nélkül fedezné az önkormányzat a költségvetés hiányát. Szombatig kellett kihelyezni a dohányzást tiltó táblákat. Ez volt az aktuális szerdán, friss információkkal jövünk majd holnap is a szokott időpontban, addig olvassák el híreinket az interneten www.gyongyostv.hu. Minden jót, a viszontlátásra!